Ennek a búzának ilyen 100-105 centinek kéne lenni, ami most jó, hogyha 25 centi. És ezáltal a termés mennyiség is 25-30 százaléka a átlagos termésnek. Így néznek ki a még be nem takarított búzakalászok Habucki József, Vámos Györki földterületén. Sajnos a csapadék nélküli forró napok megtették hatásukat, így idén hamarabb kezdődött el az aratás Heves megyében is. De nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a learatott búza hektáronkénti termés átlaga is jóval kevesebb, mint tavaly ilyenkor volt. József összesen 600 hektáron termel növényeket, így árpát, cirokot, napraforgót és búzát. Utóbbi gabonanövények táblái 150 hektáron terülnek el. A gazda már múlt héten benyújtotta a szájkárenyhítési kérelmét az illetékes hatósághoz. Általában 6-7-8 tonna szokott lenni a termésátlag, most 2 és 3 tonna, maximum 3 és fél a várható termésmennyiség, ezáltal ezért adtuk be a szájkár. A többi növénynek sem kedvez a jelenlegi időjárás, hiszen a szakemberek szerint, ha 2 héten belül nem kap nagyobb mennyiségű csapadékot a napraforgó, akkor ennek a növénynek is kevés lesz a termése, vagy akár ki is tárcsázhatják. A vízhiány leginkább abból látszik, hogy átlátni a sorok között. A legtöbb Heves megyei gazda a tervek szerint a szájkárenyhítési kérelmet fog beadni a napraforgóra vonatkozóan is.